Márciusi ifjakra emlékeztünk. Lézersó, képviselői beszámoló. Jó estét kívánok! Önök a nagykunsági híradót a Karcag Televízió napi hírműsorát látják 2022. március 17-én 18 óra 5 perckor. A márciusi ifjakra emlékezünk a Városháza előtti téren. Városunkban hagyomány a diákok fáklyás felvonulása. Milyen gondolatok fogalmazódnak meg a 174 évvel ezelőtt kezdődött forradalom és szabadságharc évfordulóján? Egyik az, hogy a fiatalok ilyenkor kicsit átérzik azt, hogy milyen lehetett 171-es szendővel ezelőtt a március 15-e. Érzik azt a forradalmi hevületet, és jó dolog az, hogy tudják, hogy az elődeink küzdöttek a magyar szabadságért, a magyar függetlenségért, és nekik köszönhetjük azt, hogy ma van Magyarország, van független magyar nemzet, és jó ezekről megemlékezni, akár a mostani tizenéveseknek is. Két esztendőn keresztül maszkot kellett hordani, nem láthattuk egymás mosolyát, nem láthattuk az arcokat, és ez egy felszabadult, nagyon jó érzés. Tényleg egy kicsit szabadság érzése az, hogy most már korlátozás nélkül tudnak a fiatalok találkozni, együtt lenni, közösségi programokat csinálni, és ez is a szabadságnak egy foka, egy piciny foka, nem hasonlítható természetesen a nemzetszabadság küzdelmeihez. 174 esztendővel is erre vágyott a magyar nemzet. Szabadságra, békére és egyetértésre. És ez a legfontosabb a mai világban is, hiszen a szabadság nélkül nem dönthetünk saját sorsunkról, mások döntenek felüttünk, béke nélkül háború van, és látjuk a szomszédos országban is, hogy a háború micsoda pusztításra képes, és a nemzeti egyetértésnek meg kell lenni, hiszen ha nem egy irányba húzunk, ha különfelé, külön érdekeinek, akkor nem fog ez az ország fejlődni, és nem lesz béke, nem lesz szabadság, ha nincs egyetértés. A magyarok istenére esküszünk, esküszünk, hogy rabok tovább nem leszünk. Annak idején a Városi Diák Önkormányzat kezdeményezte ezt a szerintem kiváló alkalmat. Mi azóta is rendszeresen résztvevői vagyunk, és én szeretem úgy megfogalmazni ezt a dolgot, hogy a nemzetnek a szeretete, én úgy gondolom, hogy mindenek felett kell, hogy álljon, és mindentől független kell, hogy legyen, és nagyon szeretném, hogyha ez a mai este is ezt fejezné ki. Pontosan attól másabb, hogy kimaradt egy-két év körülbelül, ugye ennek a bizonyos járványhelyzetnek köszönhetően, vagy éppen nem köszönhetően, és mi is érezzük a közösségeinken, hogy bizony másképpen működnek, és nagyon sok olyan dolgot, ami korábban természetesen működött, újra vissza kell hozni, és akár egy ilyen osztálykirándulás, egy közösen eltöltött délután, vagy éppen egy ilyen fáklyás felvonulás is kiváló alkalom arra, hogy ezeket a közösségi élményeket vissza tudjuk hozni, hiszen utána ebből fogunk tudni majd erőt meríteni. Ugye mi református gimnáziumként kapcsolatban vagyunk több kárpátaljai református gimnáziummal is. Versenyeken találkozunk velük, személyes ismerőseink is vannak, és nagyon nagy szeretettel gondolunk rájuk, féltjük őket és imádkozunk értük, és nagyon bízunk abban, hogy mint ahogyan ezen a mai estén itt Karcagon megtörtént az, hogy több év után helyre billentek a dolgok, így lesz majd ezen a téren is. A megemlékezés a fáklyás felvonulás után lézersóval folytatódott. Tisztelt karcagi ifjúság, tisztelt ünneplő és emlékező közösség! Először is köszönöm, hogy a zordá forduló időjárás ellenére is ilyen sokan eljöttek a mai rendezvényre. Köszönöm a kísérő pedagógusoknak, diákönkormányzati segítőknek és tagoknak, hogy segítik a szervezők munkáját. Az elmúlt években az egészségügyi korlátozások miatt nem tarthattuk meg ezt az eseményt. Azonban ma itt vagyunk. Itt vagyunk, és a mai felvonulásnak, mely évek óta része márciusi ünnepségeinknek itt Karcagon, talán nagyobb aktualitása van, mint eddig bármikor. Tisztelt egybegyűltek! Immár 174 éve rendületlenül él a magyar nép szívében 1848 emlékezete.
174 év telt el, 1848 márciusa és az azt követő szabadságharc küzdelmei óta. És közel 100 éve már, hogy a legidősebb szemtanúk is meghaltak. Mi, akik az emlékezők vagyunk, minden évben közelebb próbáljuk hozni a pergő éveket. Minden évben felsejlik előttünk a forradalom emléke, és gyakran esünk abba a csapdába, hogy 1848. március 15-ét 174 éve elteltnek gondoljuk. Emlékezni szeretnénk egy régvolt forradalomra és szabadságharcra, győzelemre és vereségre, a romantikus szónoklatokra, sok száz meg ezer emberre, akik életüket adták hazájuk szabadságáért. Nem egy, nem tíz vagy ezer magyar, hanem tíz és százezrek vállalták a cselekvést, csupán a szívük által vezérelve. Előre mentek, mert érezték, mi a jó, mi a helyes, mi az igaz, mert tudták, hogy mi hiányzik a hazának. Ma sincs ez másképp. A ma harcát is a haza függetlenségéért és becsületéért vívjuk. Méltósággal kell viselnünk azt, hogy a szabadságunkért és függetlenségünkért verítékkel és még több elszánással kell fizetnünk. Ma is igaz az, amit 174 évvel ezelőtt a forradalom és szabadságharc jelszavaként vállalt magáénak sok ezer honfitársunk, amit áldozatul adni soha nem lehet, az a haza függetlensége és becsülete. A magyar nép már bebizonyította, tanult a hibáiból. Számunkra nem lehet kérdés, mit jelent ennek a súlya. A Karcag Televízió mai vendége volt F. Kovács Sándor, városunk és térségünk országgyűlési képviselője, miniszteri biztos. Mai vendégünk F. Kovács Sándor, városunk és térségünk országgyűlési képviselője, miniszteri biztos. Üdvözlöm képviselő urat, és köszönjük, hogy elfogadta a meghívásunkat. Én is nagy szeretettel üdvözlöm a Karcag Televízió nézőit. Tart az országgyűlés tavaszi ülésszaka, melyek a legfontosabb kérdések most a parlamentben? Hát ez egy kicsit mindig csonka ülésszakot szokott lenni, hiszen a parlamenti választások előtt lévő tavaszi ülésszak egy mindig egy kicsit másabb, hiszen már kevesebb idő van a kampány miatt, de nagyon fontos dolgokat el kell dönteni, akár itt a háborús helyzet, a gazdasági helyzet miatt is, és hát e hét csütörtökön 10-én egy nagyon fontos választásra kerül sor, hiszen dönteni fogunk Áder János köztársasági elnök utódjáról, hiszen Áder János két cikluson keresztül volt köztársasági elnök, még mindig az, de a köztársasági elnök csak két cikluson keresztül vállalhatja ezt a feladatot, és új köztársasági elnököt fogunk választani, remélhetőleg április 10-én. És hát a Fidesznek a köztársasági elnök jelöltje, Novák Katalin, családokért felelős miniszterasszony. Én azt gondolom, hogy ez egy csodálatos dolog, hiszen egy családos hölgy lehet Magyarország köztársasági elnöke, ami 1990 óta még ilyenre nem volt példa. És én örülök annak, hogy a nők egyre nagyobb szerepet vállalnak a magyar politikába, hiszen másabb az, hogyha egy bölcs asszony, egy bölcs nő dönt, hiszen a nők higgadtabbak akár az ilyen helyzetekben is, mint ez az orosz-ukrán háborús helyzet is. Nem sokkal a választások előtt vagyunk, néhány héttel. Képviselő úr, hogyan értékeli az eddigi kampányt? Én azt gondolom, hogy minden kampány más. Ez is másabb, hiszen nem volt arra példa, hogy akár az ellenzék miniszterelnök jelöltje nagyon sok társadalmi csoportot megbántson. Megbántson a vidékieket, a családokat, megbántson szavazó rétegeket. És hát nagyon veszélyesnek tartom azt, hogyha ilyen kiélezett helyzetben meggondolatlanul nyilatkozik valaki. Amikor egy ilyen kiélezett helyzetben akár egy rossz mondat, egy rossz szó, és akár belekeveredhetünk akár egy fegyveres konfliktusba is, amit minden magyar el akar kerülni, minden józanul gondolkodó magyar el akar kerülni. Hiszen, hogyha valaki azt mondja, hogy küldjünk katonákat Ukrajnába, vagy azt mondja, hogy szállítsunk fegyvereket Ukrajnába, akkor önkéntelenül
ezekkel a lépésekkel belekeveredünk az orosz-ukrán háborúba. És Magyarországnak eleme érdeke, hogy ne legyen háborús konfliktus Magyarországon, és magyar katonáknak, magyar civileknek ne kelljen ezt elszenvedni. Tehát nagyon furcsa ez a kampány, hiszen az ellenzék miniszterelnök jelöltje Márki-Zay Péter olyan felelőtlen kijelentéseket tesz, persze valamit mond, egy hét múlva pedig visszavonja, vagy azt mondja, hogy nem úgy mondta, de azt látom, hogy ilyen kampány még Magyarországon nem volt. És sokkal nagyobb a tétje ennek a választásnak, mint az elmúlt évtizedekben bármikor volt. Hiszen koronavírus járvány után vagyunk, háborús konfliktus van, egy nagy háborús konfliktus van mellettünk, tehát ilyenkor a józanul gondolkodó, a higgadtan gondolkodó politikusokra van szükség, hiszen Magyarország és a magyar nemzet léte is a tét. Térjünk át a térséget érintő kérdésekre. Nemrégiben került átadás az M4-es autóút Abony és Törökszentmiklós közötti szakasza. Miért fontos a térség számára az a beruházás, és várható-e a folytatás? Hát egy nagy öröm számomra is, hiszen én a parlamentbe Budapestre járok, és a 4-esen járok, és hát élmény. Egy negyed órával már rövidebb az út a budapesti út, és ez is egy nagy öröm, hogy a szolnoki elkerülő szakasz két híddal, az Agyva híddal és a Tisza híddal megépült, és körülbelül egy ilyen 30 perc karcagról, mire fel tudunk menni a négy sávos négyesre, de annál nagyobb öröm, hogy ez az út folytatódik, hiszen Törökszentmiklós nyugatnál van, indul az építkezés nem soká Fegyvernek irányába, a Fegyvernekről Kenderes, Kisújszállás és Karcag. És belátható időn belül el fog ide érni Karcagra is. Ez a legnagyobb öröm. És látszik az, ahol négysávos autóút van, jobb a közlekedés. 1 óra 20 perc lesz Budapest Karcagtól, hogyha el fog ide érni, vagy akár 1 óra 10 perc is a közlekedés. Debrecenbe is be lehet érni egy bő 30 perc alatt, hogyha Püspökladány irányából jönni fog erre a négyes. És látszik is, hogy ahol négysávos autóút van, ott a gazdasági beruházások, a gazdasági növekedés is rohamtempókba megindul. Fontos a négysávos út, de azt látom, hogy már a térségben is, itt Karcag környékén is, már a munkahelyteremtő beruházások, a nagy hozzáadott értékű beruházások egyre nagyobb számban vannak jelen. Karcagon is néhány éven belül, ha már nem most, a munkaerő hiány fog meglátszani, és én azt látom, hogy Karcag is jó irányba van. Ha ide fog érni a négyes autóút néhány éven belül, akkor Karcag már úgy fogja várni, hogy egy fejlődő, dinamikus gazdaságú, kulturális és sporttéren kiemelkedő térségi központ lesz Karcag. Ha már képviselő úr Karcagot említette, akkor melyek a legfontosabb beruházások, fejlesztések, amelyek előttünk állnak? Hát jövő héten adjuk át a Penny logisztikai bázisát. Dupla akkora lesz a raktárkapacitás ennek a logisztikai bázisnak. Ha valaki a 4-es autóúton ott a laktanya felé jár, akkor látja, hogy megépült a napelempark, fejlesztés alatt van a műanyagfeldolgozó, és hát napról napra egyre jobban épül a Agrosprintnek a telephelye egy 10 milliárd feletti beruházással. És hát ezek a munkahelyteremtő beruházások kisebb-nagyobbak is épülnek emellett, és hát Karcagon még nagyon sok beruházás, hiszen aki a városba közlekedik, látja, hogy a kerékpárutak újulnak meg, parkolók épülnek, le fogjuk tenni az alapkövét az új sportkomplexumnak a focipályánál, ami nem csak egy focipálya, hanem egy multifunkcionális sportolásra alkalmas terület lesz. Meg fog indulni talán már jövő héten, vagy az utána való héten tovább indul a milánói pavilonnak az építése. Új ügyészség, bíróság fog épülni. Remélhetőleg ezek a fejlesztések olyan mértékűek lesznek, hogy néhány év múlva egy új Karcagot fogunk kapni, egy olyan új Karcagot, egy olyan új várost, ami megőrzi a régi értékeit, azokat a régi gazdag hagyományait, de mégis a 21. századnak megfelelő település lesz minden itt lakónak, és minden ide jövőnek az örömére. És abba bízom, hogyha ilyen dinamikusan fejlődik Karcag, és jönnek a munkahelyek, akkor azok a fiatalok, akik máshol találtak boldogulást, azoknak is érdemes lesz Karcagra visszaköltözni, és minden
karcagi fiatalnak itt megalapozni a jövőjét, hiszen Karcag egy dinamikusan fejlődő város. Képviselő úr, köszönöm az interjút. Köszönöm szépen én is. Kedves nézőink, napi hírműsorunkat, a nagykunsági híradót látták, riportjainkat újra megnézhetik internetes felületünkön, a www.karcagtv.hu weblapon, vagy töltsék le a Karcag Média Centrum applikációnkat az App Store vagy a Google Play áruházból. Viszontlátásra!